eltört rácjenő arca kirakott egy képet, amit kamu profilból estem meg, mert le vagyok tiltva nála. András doktor már beszélt róla, hogy ez a sérülés akkor keletkezik, amikor tompaütést mérnek a szemgolyóra, és az beszakítja az alatta levő csontot. Lehet, hogy nem fogtok egyetérteni, de gondolj csak bele! Kiárod az iskolát, felépítesz egy vállalkozást, családod lesz, küzdesz egy csomót az életben, aztán kapsz egy rossz ütést, és úgy jársz, mint ez a srác, hogy aztán örökre vége. Szóval ez kicsit olyan, mint a háború. Tényleg megéri?